Vyacheslav Csáusz, az Észak-Ukrajnai Csernyihív megye kormányzója, a Telegram csatornáján arról számolt be, hogy az orosz erők kedden is ágyúzták a régió közigazgatási határa mentén lévő területet. A hatóságok 40 robbanásról számoltak be, az orosz erők minden bizonyal rakétasorozatvetőkkel és tüzérségi rendszerekkel vették tűz alá a térséget. A kormányzó szavai szerint áldozatokról, károkról nem érkezett jelentés. Vagyim Laks, a stratégiai jelentőségű Donetsk megyei Szlovjánszk polgármestere, a Facebookon úgy szintén arról adott hírt, hogy az orosz erők masszív tűz alá vették a várost. A helyi piac is az ágyúzás zónájába esett, legalább egy halálesetet jelentettek, közölte a városvezető. Az Ukrainska Pravda írportál az ukrán különleges műveleti erők honlapján megjelent közleményre hivatkozva arról számolt be, hogy az oroszok által megszállt zaporizsai atomerőműben az ukrán alkalmazottak többsége nem hajlandó együttműködni a megszállókkal, ezért a rossz energiaatom orosz vállalat dolgozóit szállítják oda. Közben az ukrán hírportál a RIA Novosti orosz hírportálra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Krímfélszigetet szigetet az Oroszország területével összekötő híd védelmét megerősítették az orosz erők, tartva az ukrán hadsereg esetleges támadásától. A hatgöteles korú ukrán állampolgároknak engedélyt kell kérniük a területileg illetékes töborzóközpont parancsnokától, ha el akarják hagyni a járásukat vagy megyéjüket, de a következő napokban ezt még akadálytalanul megtehetik. Közölte kedden Valerij Zaluzsnyi tábornok a fegyveres erők vezérkari főnöke Telegram csatornáján. A jelentés szerint a vezérkari főnök azt írta, mindenkit emlékeztetek arra, hogy háború dúl. Mindenkire szüksége van az államunknak. Hangsúlyozta, hogy mindenki katonai nyilvántartásba kell vétetnie magát, aki ezt még nem tette meg, vagy meg kell újítani a nyilvántartási adatait. Azoknak, akik a járásaik vagy megyék határain kívülre utaznak, engedélyt kell kérniük a területileg illetékes toborzóközponttól, figyelmeztetett Valerí Zaluzsnyi. Közben azonban Alexander Klisz ezredes, a fegyveres erők vezérkara személyzeti osztályának munkatársa a vezérkar hivatalos Facebook oldalán a következőket írta. A hat köteles korú férfiaknak csak a megyéjük elhagyásához kell engedélyt kérniük a területileg illetékes toborzó és szociális ellátó központok parancsnokaitól. A jelentés szerint a vezérkari azt írta, ha az utazás a megye határain belül történik, akkor nincs szükség engedélyre. Ha Kiev város és Kijev megye határain belül, akkor szintén nem kell. Ha valaki a megye határain kívülre utazik, akkor köteles jelentkezni a területileg illetékes toborzó és szociális ellátó Központ parancsnokátnál egyeztetni az adatait és átvenni a kiutazási engedélyt. A döntésre a tegnapi nap folyamán Volodymyr Zelenszky államfő is reagált, mi szerint úgy látom, hogy egy ilyen döntés értékelése különböző félreértést, felháborodást vált ki. Utasítottam a védelmi minisztert, a vezérkari főnököt és a hadsereg főparancsnokát, hogy holnap tegyenek nekem minden részletre kiterjedő jelentést a lakóhely elhagyásával kapcsolatos engedélyek megszerzésére vonatkozó eljárás. Jóváhagyására vonatkozó döntéssel kapcsolatban. Hozzátette kérem a vezérkart, hogy nélkülem ne hozzon hasonló döntéseket. Megjegyezte, hogy ez az újítás sok vitát váltott ki az ukrán társadalomban. Nagy-Britannia néhány héten belül tíz önjáró tüzérségi rendszert küld Ukrajnának. Tájékoztatta Boris Johnson brit miniszterelnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt keddi telefonbeszélgetésük alkalmával. Számolt be róla a Európai Pravda hírportál. Zelenszky elnök a jelenlegi ukrajnai helyzetről és Oroszország legutóbbi lépéséről beszélt. A miniszterelnök pedig a brit technikai eszközök újabb, köztük tíz önjáró löveg és lőszerek szállításáról tájékoztatott, amelyek a következő napokban, hetekben érkeznek meg Ukrajnába, idézett a hírportál Johnson hivatalának közleményéből. London a közleményben nem tért ki arra, hogy milyen típusú tüzérségi rendszerek szállításáról van szó. Johnson azt is hangsúlyozta, hogy a világ támogatja Ukrajnát, és az ukrán fegyveres erők képesek visszafoglalni az orosz erők által megszállt területeket. A megbeszélésen továbbá szó esett a 2023-as euróvízióról, amivel kapcsolatban a brit miniszterelnök azt mondta, hogy országa felkérte a műsorszolgáltatók Európai Szövetségét, hogy fontolja meg Ukrajna javaslatait erre az eseményre. Korábban ukrán híradások beszámoltak arról, hogy noha Ukrán együttes nyerte meg az idei versenyt, a háború elhúzódása miatt az EBU a második helyezetnek, azaz Nagy-Britanniának ajánlja fel a jövő évi dalfesztivál megrendezését. Denis Mihály miniszterelnök az Ukrajna újjáépítéséről megrendezett luganói konferencián arról beszélt, hogy mintegy 300-500 milliárd dollár orosz vagyont foglaltak le a nyugati országok a büntető intézkedések során, és ezt a pénzt szerint a tönkretett iskolák, kórházak és lakások újjáépítésére lehetne fordítani. Olyan megoldást javaslunk, amelynek keretében nemzeti és nemzetközi jogszabályokban biztosítanánk a befagyasztott vagyon elkobzását nem kiprovokált agresszió esetében. Hangoztattas Mihály Oroszország ukrajnai hadműveletére utalva. Az ukrán kormányfő arra hivatkozott, hogy egy ilyen lépés javíthatná a globális biztonságot azzal, hogy elretentő erővel hatna az agresszióval szemben. Svájc, amely májusi jelentése szerint eddig összesen 6,3 milliárd frank értékben foglalt le a szankciók hatája alá tartozó orosz vagyont, ellenzi ennek automatikus átadását. Ignáció Cassis svájci elnök ugyanakkor azzal érvelt, hogy rendkívüli jelentősége van a magánszemélyek védelmének az államhatalommal szemben, a vagyon elkobzásához pedig jogalapot kell teremteni. A demokráciák túlnyomó többségében érvényes szabályok szerint befagyaszthatunk vagyont, illetve zárolhatunk, hogy kiderítsük az eredetét, mondta Cassis. Mindemellett tisztázni kell olyan kérdéseket, mint például az intézkedések arányosságát és a szóban forgó pénz és az ukrajnai háború közötti viszonyt. Hozhatunk olyan döntést, amely tökéletes Ukrajna számára, de ezzel precedens teremtünk arra, hogy más esetekben is ilyen döntés szülessen, ezzel nagyobb hatalmat biztosítva az államnak az emberek kárára, tette hozzá.